740,000 American troops and 31,000 who died there. Using an Apple II is very easy. For the truth to sink in, we got to catapult the propaganda. Üdvözlet mindenkinek, és 2019. április 4-én ez az élőadás az Infobubble csatornán, és ez a dolgok állása. If you've ever phoned or emailed someone on another continent or browsed a foreign website, you can dial up some gratitude for. Okay, amiről beszél az az, hogy ha valaha egy weboldalt megnézett bárki is, vagy pedig felhívott egy külföldi számot, akkor az ebben a rendszerben van benne, amiről most szó lesz. Something that happened a century and a half ago. It's been 150 years since the first transatlantic cable began ushering in global communications. És ez annak köszönhető, ami 150 évvel ezelőtt történt, az pedig nem más, mint az Atlanti-óceánon keresztül vezető kábelrendszer. De figyeljen oda mindenki, amiről szó van. Mindazok az emberek, akik nekem magyarázzák, hogy akkor hogy tudok internetezni, vagy hogy tudok telefonálni, vagy hogy tudok ezt, vagy azt, vagy amast csinálni. Így, itt mondják el, ráadásul ez az a média, ami elmondja az igazságot nekünk, szóval nem tudom, hogy mit tehetnék még többet azért, hogy elhozzam az embereknek az igazságot. Elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Oké? Okay. Itt van, 150 évvel ezelőtti eseményeknek köszönhető az, hogy ma tudunk internetet használni, vagy pedig külföldre telefonálni, ez pedig a transatlanti kábelrendszer. And now tech giants are taking that undersea revolution a big step further. És most a technológiai cégek ezt még egy lépéssel tovább viszik. Here's Mark Albert. Ez pedig egy riport lesz erről a kábelrendszerről. Azért mondom, mert ugye arról van szó, hogy ugye ezt műholdak közvetítik, vagy mit tudom én mik. Nem, ezt nem műholdak közvetítik, soha nem is közvetítik, mert nincsen ilyen műholdrendszer, amiről ők beszélnek. Soha nem is volt, meg soha nem is lesz. Ez kábelrendszert használ a telekommunikáció, az internet, a telefon, és minden egyéb, amit az emberek használnak, most fogják elmondani mindenkinek. A műhold az egy mese. Legalábbis az mindenképp, hogy itt több ezer, meg tízezer műhold kering a gömb körül, és azok verik vissza a hullámokat, vagy mit tudom én miket. Oké, most fogják elmondani mindenkinek. When you pick up the phone to reach out and touch someone across the oceans. Amikor az óceánon keresztül telefonál valaki, akkor ez történik. It's only possible because of ships like the Global Sentinel. Mert ez, a hajók, mint ez a ugye Global Sentinel, ami ugye a hát globális őrszem, vagy valami ilyesmi lenne a neve, de nem is az a lényeg, hanem csak ezek miatt a hajók miatt lehetséges. Nem a műholdak miatt, hanem ezekhez a hajók, ez miatt a hajó miatt, meg az ehhez hasonlók miatt. This cable tank number one. And what am I standing on right now? Ugye az, hogy ez a kábeltartály, egyes számú kábeltartály, és a kérdés az, hogy mi az, amin állnak most. Standing on fiber optic cable that's coming. Hogy mondják ezt? Fiber optic, nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője, de mindegy, majd eszembe jut hamarosan. Az a lényeg, hogy optikai kábel, gondolom ez a neve. De ha valaki tudja, akkor beírhatja gyorsan, csak elfelejtettem. Az a lényeg, hogy ez egy kábelrendszer, amit ez a hajó fektet le a tenger aljára. Be laid from here towards Brazil. Brazíliába. This is how worldwide communication begins. Ez az, ahogyan a világ kommunikációja kezdődik. Oké, okay, nem műholdakkal, hanem ezzel a kábelrendszerrel így működik a világ kommunikációs hálózata. Jeff Sanders is a captain at TE Connectivity Subcom, which calls itself the world. Bocsánat, ezt még egyszer meg kell hallgatni. The captain at TE Connectivity Subcom, which ez valami cég, akinél egy hajós kapitány. Calls itself the world's largest provider of under-ocean fiber optic cable. És ez a világ legnagyobb cége ezen a piacon, ami ezeket a kábeleket, ezeket a speciális kábeleket biztosítja a telekommunikációs cégek számára. A helyzet az,
hogy ezek a tankhajók, de ezt mindjárt látni fogja mindenki a folyamatot, fektetik le ezt a kábelrendszert az országok között az óceán mélyére, és ezen működik a kommunikáció, az internet, a telefon, minden, amit mi úgy hívunk, hogy telekommunikáció. Calling it the same way they did in the 1800s. He gave us a rare view. Száloptika, köszönöm. Oké. Elnézést. Szóval száloptika, így van, ez az. More than 900 miles of cables spooled tightly. 900 mérföldnyi kábel van így ide felgörgetve, az 1,6-tal szorozva annyi kilométer, nagyjából 1,4400. In one of three side-by-side tanks aboard the ship. Három ilyen tank van a hajóban, és ezt így szépen egyengetik ki kézzel, ezeket a kábeleket, ezek így fektetik lefel az óceán aljára, azért vannak itt az emberek. In the port of Newington, in New Hampshire. Meg ugye állítják be a helyére, hogy láthatjuk, amit csinál ez a hölgy éppen. Szépen sorba fektetik le, aztán viszik ki a tengerre, és ott pedig le a tenger aljára. The cable we're walking on right now will be under the ocean carrying my phone calls. Ugye a kérdés az, hogy akkor ezek szerint ez a kábel az, ami viszi majd a telefonhívásainkat az óceán alján? Yes, it will. It's a... Így van, ez lesz az. Good chance any call you make to South America in the future. Bármilyen hívás, amit Dél-Amerikába az ember indít, az ezeken a száloptika kábeleken fog megérkezni oda. Could be on this... Illetve ezek teszik lehetővé. Exact cable for the next 20-25 years. A következő 20-25 évre. Cable comes right off into the ocean from here. Ez az a hely, ugye ez az a pont, ahonnan a hajóból a kábel az óceán aljára lekerül. Robots take over from there. Robotok fogják levinni, mindjárt láthatunk egy erről egy makettet, vagyis hát egy ilyen egy diving to a depth too deep for human. Animációt. Ez az, ugye ide már nem tudnak az emberek lemenni, ezért ez a robot leviszi a kábelt a tenger aljára, és akkor ott segíti ezt a munkát. The machines use water jets to create a trench, allowing the cable to sink into the seabed. Azzal az előző géppel egy árkot ás, víz sugár segítségével, aztán abba belemegy a kábel. And become buried. 95% of all telephone and data. Ez a másik meg el temeti azt. 95%-a is transferred over submarine cables. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. 95%-a 5% of all telephone and data is 95%-a telefon, illetve az adatforgalomnak tenger alatti kábeleken működik. Úgyhogy akkor ezen a ponton megpihennék, és amúgy pont amit írsz, hogy a cápák megrágják a kábeleket, pont ez az a hír, amit a múltkor elolvastam. Úgyhogy most mindazok az emberek, akik nézik ezt, és írják nekem, hogy a műhold, meg akkor hogy van az internet, meg hogy tudok telefonálni, akkor most írják meg ide, hogy hogy tudok akkor telefonálni, meg használni az internetet. Mi az, ami átjön ebből a videóból számukra? Mert arra nagyon kíváncsi lennék, hogy akkor most végül is ki az, aki érti, hogy mi van. Transferred over submarine cables. Not 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not 95%-a a telefon és adatforgalomnak tenger alatti kábeleken folyik. Úgyhogy ennyit a műholdakról. Satellite. Not satellite. Nem műholdakról. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not satellite. Not satellite. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not satellite. Not satellite. Azt kérdezte, hogy nem műholdakról? Azt mondta, hogy nem, nem műholdakról, azért, mert 95% a telekommunikációnak és az adatforgalomnak tenger alatti kábeleken zajlik. Szóval akkor mi van a műholdakkal? It's what allows us to rely on instant everything. Phone calls, banking, web surfing, emails. És ugye ez a livestream, ami most van, vagy az interneten szörfözgetés, de ugye mondta az elektronikus levelet, a online banki szolgáltatások, vagy a telekommunikáció, teljesen mindegy. And other communication. És bármilyen más kommunikáció. And it all began 150 years ago. 150 évvel ezelőtt kezdődött. We have here samples of the... Ezek azok a kábel minták, amikkel kezdték, most pedig ugye láthattuk, hogy mi az, ami történik most. Úgyhogy, boom, tessék, ott van a műhold. Az, hogy mi van az 5%-kal, azt nem tudom,
De itt a kérdés az, hogy akkor mi van a 95%-kal? Az 5%-kal azon majd foglalkozunk egy későbbi videóban, most a 95%-kal beszélünk. Vagyis arról beszélünk. Early cables from the 1850s. Ugye 1850-es évekből a korai kábelek így néztek ki. This is what the first permanent cable looked like. Ez volt az első állandó kábel, így nézett ki. Under the Atlantic. Absolutely. Az Atlanti óceán mélyén. Barney Finn at the Smithsonian's National Museum of American History. Ez a Smithsonian Nemzeti Múzeum Amerikában. Helped string together an exhibit commemorating the 150th anniversary of the first permanent trans. És ugye ez az, ahol megemlékeznek az 150 évvel ezelőtt lefektetett első transatlanti kábel rendszerről. Itt láthatjuk, ahogy Amerika keleti partjáról érkezik. Ez itt Grönland, ha jól látom, és akkor onnan pedig Nagy-Britannia, az Írország és Spanyolország, Franciaország, onnan pedig tovább. Egyszerű. Atlantic cable. And the man who assembled the financial, political, and technical prowess to make it happen, entrepreneur Cyrus Field. Some of the items have not been on display at Transatlantic Cable. And the man. Ugye ez volt az a karakter, most a nevét elmulasztottam, de aki összeszedte ehhez a politikai, technológiai és anyagi hátteret, hogy ez a kábelrendszer megvalósuljon. To make it happen, entrepreneur Cyrus Field. Cyrus Field a neve egyébként. Some of the items have not been on display. In more than a century. Ez most egyébként egy aktív kiállítás, a CBS azért látogatta ezt meg, és azt mondta, hogy évtizedek óta, ha jól hallottam, ezeket nem állították ki. And this indeed. Bocsánat, lehet, hogy egy évszázadot mondta? Is the trace, the cable going across the Atlantic. Az ugye egyértelműen azt mondta, hogy ez az a kábel, ami az Atlanti óceánon keresztül halad. In rough seas, the first few copper cables broke or burnt out. Az első néhány próbálkozás az részkábelekkel volt, és ezek kiégtek, vagy pedig nem bírták a tengernek ugye a morálását, illetve ahogyan a tenger viselkedik. When it finally worked after a decade of failure. Egy évtizedig próbálkoztak, mikor ez elkezdett működni, ez a rendszer. Field wrote to his wife on July 27th, 1866. 1866-ban volt az, amikor ugye Cyrus Field ebben a levélben közölte a feleségével, all well, thank God. Hogy minden sikerült Isten segítségével. Great Britain's Queen Victoria congratulated US President Andrew Johnson. Andrew Johnson elnöknek gratulált 1866, ha jól látom, július 31-én Erzsébet királynő Angliából. In this message. If I was living in 1866 and I wanted to send a message to a relative in Ireland or in England. A kérdés az, hogyha Angliából szeretett volna, vagy Írországból egy üzenetet küldeni 1866-ban az egyik rokonának Amerikába. It would take 10 days by ship to get there, however long to write the message and 10 days to get back. Ugye akkor 10 napig tartott a hajóút oda, és aztán 10 napig vissza. Ez volt a kommunikáció 1866-ban. This cable now, it was what? Minutes? Yeah, that's right. It sounds like this was the original information age. That's right. For the next 90 years, the cable handled messages by Morse code before telephone cables arrived. Information age. That's right. For the next 90 years, the cable handled messages by Morse code. Ugye 90 évig Morse kódot használtak, hogy az üzeneteket továbbítsák egyik oldalról az óceánnak a másikra. Before telephone cables arrived. Ez után érkezett meg csak today, a telefonkábel. A maze of. Ez az, ahogyan az Amerikai Egyesült Államok telefonhálózata alakul napjainkban. Ez azért elég bizarr. Fiber optic cables. Ezek már most száloptika kábelek. Across the oceans and the US. What is the az óceánon keresztül, illetve természetesen az Amerikai Egyesült Államokban az az ábra ugye azt mutatta, illetve hát mutatja. Az, hogy a drónok, azt mondja, hogy miért nem helyettesíthetik a műholdakat, a drónok helyettesíthetik. A kérdés most itt nem az, hogy drón van-e, vagy pedig akármi, hanem az, hogy nincsen műhold. Én most erre akartam rávilágítani ezzel a videóval. Hogy a műhold, mint olyan, nem létezik, és nem azon folyik a telekommunikáció,
azzal ellentétben, amit a legtöbb ember mond, vagy pedig gondol erről. Legalábbis én mindig ezt hallom, hogy akkor hogyan lehet az internet. Így lehet az internet, hogy kábelrendszeren keresztül folyik a kommunikáció, mint ahogy azt elmondják itt nekünk. Main challenge. Mert tudják, hogy már mindegy. In moving vast amounts of data. Capacity. A nagy probléma az, hogy hatalmas mennyiségű adatot gyorsan az egyik oldalról a másik oldalra szállítani, és ugye ezt a problémát, ez a kapacitás tulajdonképpen, ami a problémát okozza. Mike Murphy co-founded the Boston-based telecom consultancy, NEF. És ő pedig egy telekommunikációs tanácsadó céget üzemelte. He says the explosion of data use around the world is leading to innovative partnerships. És ugye a helyzet az, hogy mivel megnövekedett az adatforgalom, ezért az újítási folyamat is felgyorsult, mert a résztvevő cégek kénytelenek újítani ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az adatforgalma. A műholdas tévé nem probléma, a műholdas tévé ugyanígy működik, az én véleményem szerint. Tehát továbbítják az adatot egy ilyen átjátszó állomáshoz, azt egy toronyból sugározzák. Egyik műholdas tévét se, vagyis az antennát, a műhold antennát nem fölfele kell állítani, hanem valamilyen szögben. Szerintem pont azért, hogy a torony irányába álljon, mert hogyha önt lenne a műhold, akkor más szögben vagy felfelé kellene, hogy álljon, de hát nem így áll, hanem valamilyen szögben a torony felé. Legalábbis ez az én elképzelésem, de ahogy mondja itt Attila, már digitális tévéről van szó. A műholdas nem tudom, hogy egyáltalán mennyire elterjedt manapság, de biztos, hogy benne, hogy megvan a módszere. Amit én akarok ezzel mondani, az csak az, amit ők elmondanak itt, az pedig az, hogy a 95%-a a telekommunikációs és adatforgalomnak így zajlik. Most az 5%-os embereknek annyit mondanék, teljesen mindegy, hogy az 5% hogyan működik, oké? Okay? Csak képzelje mindenki, hogy most azt akarja valaki mondani, hogy a Facebook, a mobil szolgáltatás, meg akármi, ez mind az 5%-ba esik, akkor mi most mondta el, hogy mi? Nem értem az embereket, hogy mi az, amit akarnak. De oké, ha viszont komolyan válaszolnék rá, akkor az, amit itt írt valaki, hogy ezek drónokról, vagy pedig azokról a ballonokról működnek, amit a Google videóban bemutattam. Meteorológiai ballon, de hát van másféle ezekből. És akkor egyszerűen csak arról átjátszák, vagy tornyokból, vagy pedig drónokról, az kész. De a helyzet az, hogy az adatforgalom és a telekommunikáció túlnyomó többsége, sőt, hát majd mondjam, az egész, az a kábelrendszer segítségével működik. Like Facebook and Microsoft. Facebook és Microsoft, ugye, akik főleg részt vesznek ebben az újításban. Which have teamed up to build a blazing fast 160 terabyte per second cable. És még most is, ez ugye 160 terabyte másodpercenként ez a kábel, amit most építenek Virginiából, az Amerikai Egyesült Államokból. From Virginia to Spain. Bilbaóba, Spanyolországba. 160 terabyte másodpercenként. Csak miért nem egyszerűen csak fellőnek még több műholdat, hogyha műholdról olyan nagyszerűen működik ez a rendszer? Inkább szerintem ezt a kérdést kellene feltenni magának mindenkinek. Ha annyira szalad ez a műhold biznisz, akkor miért nem lövik felfele a műholdakat, és egyszerűen csak akkor nem kell vesződni azzal, hogy egy hajóból kábelt lefektetni a tenger aljára ugyanazzal a módszerrel, mint 150 évvel ezelőtt? Annyit fejlődtünk, mint amit mondják, hogy mi már a Marson fogunk zöldségeket termeszteni, meg az űrbe szívet nyomtatni, akkor miért csináljuk még mindig azt, mint 150 évvel ezelőtt? Úgyhogy közben mindenki azt hiszi, hogy műholdról megy az egész műsor. What does this mean for the family sitting at home logging onto the internet? Kérdés ugye az, hogy mi az, amit ez változtat az embereknek otthon, és azt mondja, hogy faster service. Jobb és gyorsabb szolgáltatás. You know, so today we live in a world of instant gratification. És ebben a világban, ahol ma élünk, ahol mindenkinek azonnali visszaigazolás kell az életében, like you're standing in the grocery store and you want to see what's in your refrigerator. És amikor valaki mondjuk ott van a zöldségboltban, és szeretné tudni, hogy mi van a hűtőjében, akkor egyszerűen csak megnézi. Finish your shopping, you can actually access a camera inside your refrigerator. És csak hozzá tud férni az internet segítségével a hűtőben levő kamerához,
Azért, mert ugye az adatforgalom az gyorsabb, és így ezek lehetővé válnak. Think about driverless cars. Vagy például ez az, ami lehetővé teszi a vezető nélküli autózást is. Ne felejtsen senki, hogy még mindig a kábelrendszerről van szó, mert szerintem hajlamos az ember elfelejteni azt, hogy még mindig miről van szó. Már beszéltünk a tévéről, az internetről, az e-mailről, a livestreamről, a webböngészésről, a vezető nélküli autóról, hogy hogy lehet hozzáférni a hűtőben levő kamerához, és még mindig a kábelrendszerről van szó. Ez az, amit szerintem érdemes megfontolni. Most, hogy ez mit bizonyít, vagy mit nem, döntse el mindenki magának. Én csak meg akarom mutatni ezeket a dolgokat. Én már nem akarok harcolni senkivel, hogy bizonygassam, hogy kinek van igaza. Elmondják, hogy mi van, úgyhogy nekem nem kell bizonygatni semmit. And think about the amount of data that's required. It sounds like what... Ugye azt érdemes mindenkinek átgondolni, hogy amennyiben, már pedig biztos vagyok benne, hogy hamarosan lesz vezető nélküli autó, sőt, sokak csalódására, többek között nekem is, biztos vagyok benne, hogy az autó el fog tűnni az utakról. Úgy autózás, mint ahogy most van, az új világrendben nem lesz. Hogy miért nem lesz, ahhoz érdemes mindenkinek utána nézni az Egyesült Nemzetek Szervezete 17 fenntartható fejlődés célkitűzésének, és akkor mindenki meg fogja érteni. Nem lesz húsevés, nem lesz autó, nem lesz ház, csak panel lesz, meg lakópark, nem lesz munka, biciklivel fog járni mindenki, stb. Stb. Ez a jövő, ezért vannak ma a fejlesztések a városokban, ha körülnéz mindenki, akkor látja, hogy mi az, ami történik. Sőt, gyors vasúthálózat lesz, ezért fejlesztik a vasúthálózatot. Már most mondom, az elején valaki írta, hogy beszéljek a bicikli utas dologról, nem lesz most ma idő szerintem erről beszélni. Egyszerűen nincs idő mindenre, sajnálom. A jövőben egyszer lehet, hogy fogok, mert a vonat közlekedésről is már kigyűjtöttem egy rakás, ezt mondtam a múltkor, vonat közlekedésé a jövő, nem lesz autó, oké? Okay? Így, ahogy most van, hogy beülök a kocsiba, leülök a boltból, de nem megyek futni, hazajövök, utána megyek bulizni 10 méterrel arrébb, így nem lesz autó. What you're saying is these companies building these new transatlantic cables, they're not going on offense, they're on defense, trying to keep up with all the growing traffic. És ezek a cégek, akik most építik ezeket a tengeralatti kábeleket, meg ezt a rendszert, ezek gyakorlatilag kénytelenek ezt csinálni, ugyanis az adatforgalom úgy megnövekedett. Képzelje mindenki, mit jelent az, hogy egy vezető nélküli autó közlekedik, és hogyha abból van mondjuk 100 000, vagy 10 000, vagy 100 000, vagy akár milliós nagyságrendekben, hogy ez micsoda adatforgalom lesz. Az, hogy az internet, a mobil forgalom a vezetéken megy, azt nem az, hogy nem titkolta semki, hanem szerintem a legtöbb ember azt gondolja, hogy ez műholdak segítségével működik. For sure. We can transmit the entire contents of the Library of Congress across the Atlantic Ocean. Szóval arról beszél, hogy a kongresszusi könyvtár egész anyagát, nem tudom pontosan, hogy mekkora a kongresszusi könyvtár, most ezt egy időbe telne még megnézném, de képzelje el mindenki, in 2 seconds. 2 másodperc alatt át tudják ezen a kábelen az egyik oldalról a másik oldalra juttatni. At the TE Subcom plant in New Hampshire, the company uses colored glass strands of fiber to create the cables for those over-the-top providers. És ezek a színes kábelek azok, amiket felhasználnak a szálloptika kábel gyártásához. Like Google, Facebook and Microsoft. Úgy, mint a Google-nek, a Facebook-nak, vagy a Microsoft-nak. Explains Vice President John Dufour. Ő ugye az alelnöke ennek a cégnek, aki gyártja ezt. Look at how thin these fibers are. This is like a hair. Ez nagyon vékony, arról beszél olyasmi, mint egy hajszál. These are the size of a strand of human hair, but about 1,000 times stronger. És valóban azt mondja, hogy olyasmi, mint az emberi haj, csak 1000-szer olyan tartós, illetve erős. And demand is just as strong. És ugye a kereslet ezek iránt, a kábelek iránt egyre növekszik. The cable highway runs to the Global Sentinel ship 24 hours a day. Ez a hajó, ez a Global Sentinel, amit az előbb megnéztünk, akinek a kapitánya mondta,
hogy a 95% a telekommunikációs és adatforgalomnak ezeken a kábeleken megy, ez a 24 órában dolgozik. Jön, megy, fekteti lefel a kábeleket és szállítja. Until fully loaded, once installed in the dark depths of the ocean, it'll be a highway of fiber optic light. És ez ugye száloptika, hát azt mondja, hogy egy hálózata lesz ennek a fénynek, ami a száloptikán keresztül terjed. It's connecting the world and connecting families. Ez összeköti a világot és összeköti a családokat. And it's a mission that we enjoy doing. For CBS This Morning Saturday, Mark Albert, Newington, New Hampshire. És ugye ez volt maga a riport. It's amazing. And Mark sent us these thin little threads. Ugye maga a címe az ennek a riportnak, hogy tenger alatti, hát szuper autópálya, szuper pálya tulajdonképpen, és az alcíme pedig az, hogy az új transatlanti kábel lefektetése. Yeah, it's housed in this. They put it under, it's housed in a thicker thing, but the actual cable itself, I mean, it's, you can barely see it. It's... Érdekes egyébként, amit mond, és valóban szerintem érdemes belegondolni abba, mennyire vékony az a kábel, amiről beszélnek, és azaz, amin ilyen sebes adatforgalom lehetséges, szerintem ez nagyon, úgy értem, hogy bizonyítja azt, és mutatja azt, hogy a technológia azért rengeteget fejlődött annak ellenére, hogy az ember nem volt képes kitalálni egy jobb rendszert. And this is what the Library of Congress is traveling in on 2 seconds. That's astounding. Yeah, it's... Képzelj el mindenki azt, hogy azon a vastagságú kábelen kongresszusi könyvtár egész anyaga, minden könyv, ami ott van, minden irat, az egész adat 2 másodperc alatt átutazik az Atlanti óceánon Európába vagy vissza. Most akkor mennyi ilyen kábelt kell lefektetni, hogy az adatforgalmat le tudják teljesen fedni, nem tudom, de minek akkor minden utcasarkon egy átjátszó torony, hogyha annyi műhold van? Én nekem ez a másik furcsaság, amit az emberek többsége nem vesz észre, számomra legalábbis, hogy az világos, hogy az 5G adatforgalom sokkal gyorsabb, meg hatékonyabb, mint a jelenlegi 4. generációs. De hogyha így van, akkor miért nem csak egyszerűen használják a műholdakat? Akkor minek annyi átjátszótól, hogy minden utcasarokra kell? Azért, mert nem így működik, ahogy azt nekünk mondja. Semmi. Szóval azt mondják, mert a kommunikatíve, hogy semmi, az van. Szóval a semmi van. Normális. Hát a semmi az nem van, hanem nincs. Hát mert hogyha semmi van, az pont, hogy nincs semmi. Na de ha meg a semmi nincs, az meg már valami. Az meg már nem semmi. Igaz, jó mondom? Nem? De! Na kérem, Besenyő Ivé István, aki vagyok, azaz Besenyő igazam van István, elmondanám önöknek, hogy igazam van. De nem csak már most. Hát amíg jöttem, mennyire igazam volt, kérem. Amíg ide jöttem, kérem, végig, az alatt 3-szor volt igazam. Utána, amit mondtam, az a 4., ez meg ugye a 4-re igaz, amit mondok, ez meg már 5, ha nem, de 6. Annyiszor van igazam, hányszor csak akarom már. Igaz, nem? De 7. Irigyelik, igaz? Nem? De 8! Na kérem! De nem kell hozzá beszélni! Figyeljön ide! 9!
Nem mondom önöknek. Azért jöttem ide önökhöz, hogy elmondanám, hogy mi hülyeség, mi nem az. Mostantól megtudja, hazamegy és onnantól tudja. Például mi hülyeség? Elmondom önöknek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja és shalom!